Mint ismeretes, 2010-ben hitelből építették meg a hagymatikumot, ám a több százmillió forintot segítség nélkül esélye sem lett volna a városnak visszafizetni. 2014-ben a kormány átvállalta ezt a terhet. Rendezték a város teljes adósságát, most pedig szintén 100%-ban támogatják a fürdőkomplexum befejezését. Cirbus Gábor alpolgármester ismertette a fórumon ennek terveit, majd a 8,5 milliárd forintos Makovec stílusú úszodát is magában foglaló beruházás mellett szólva kiemelte. A turisztika és a gazdaság fellendülésén túl munkahelyeket teremt, valamint megadja a lehetőséget, hogy a városban és környéken élők komolyabban művelhessék a vízisportokat. A látogatás egyértelműen az úszásra irányul a makóiaknál, ezt kimutattuk statisztikában, úgyhogy azért szeretnénk olyan részeket is fejleszteni, amely azt biztosítaná a makóiak számára, hogy el tudjanak jönni, akár munka előtt, akár munka után, tudnának egyet úszni, családilag el tudnának jönni, ki tudnának kapcsolódni. Azokon a mutatókon, amennyien a makóiak használják, ezen a számon mindenféleképpen változtatnunk kell, és ezt a számot felfele kellene, hogy húzzuk, ezért olyan szolgáltatást kell biztosítanunk, amelyre szívesen eljönnek. Azonban egy úszoda nem csak előnyökkel jár, hanem hátrányokkal is, hiszen éves szinten akár 50-60 millió forint is lehet az üzemeltetésének költsége. Ugyan felmerült már annak a lehetősége is, hogy ebben szintén az állam segítségét kérik, ám a döntés még így sem egyszerű. Ezért kíváncsiak a makóiak véleményére. A fórumon jelenlévő közel 40 fő közül többen felszólaltak a témában, és egyöntetően azt szeretnék, ha a Makovec stílusú úszoda épülne meg. A Makovec tervezte hagymatikum fürdő kibővítésével, úgy érzem, amit most láttunk képeket, egy világszont színvonalat fogunk elérni. Amihez gratulálok a tervezőknek, a támogatóknak egyaránt, és az én javaslatom szerint azt a 3,5 milliárdos fejlesztést el kéne felejteni, hanem azt az egészet kellene megvalósítani, amit láttunk. Mindenképpen a úszodai, a fürdőhöz kapcsolódó úszodai megoldást támogatnám. Nagyon snasz és nagyon szűkös lenne az a 16x25-ös terület, ami akárhova, mondom úgy, hogy bezsúfolva, egy iskola gondjára bízva, tulajdonképpen annak a kisajátítását is tenné lehetővé. 83 óta bérlettel rendelkezett napi úszást végzem. Nyomatékkal szeretném azt hangsúlyozni, hogy kitartok és javaslom a 20-rendszer megépítését. Természetesen a rendezvényen számos kérdés is felmerült. Többen például az 50 méteres medencét hiányolták. Erre válaszul az alpolgármester elmondta, a tervezőkkel minden lehetséges területet megvizsgáltak, de sajnos helyhiányában nem lehet megvalósítani. Akadt, aki az öltözők száma felől érdeklődött. Néhányan a zöld területről és annak bővítéséről is kérdeztek. A rendezvényen részt vettek Veszeliné végső Henriett, Toldi János és Kovács Sándor önkormányzati képviselők is. Mindhárman hangsúlyozták, szeptember 29-én ők a Makovec úszodára fognak szavazni. A fórumot teljes terjedelmében holnap este tűzi műsorra televíziónk. A témáról bővebben pedig ma a Híradó után Hírextra című magazinunkban Cirbus Gábor alpolgármesterrel és Gergely Gábor fürdőigazgatóval beszélgetünk. Mondhatják el a véleményüket, milyen módjuk lesz.